Sziasztok, ez itt az Android Mobilos. Ma nektek egy Nokia 3-ról fogok beszélni. Most kapta meg az Android 8 frissítést, nem olyan rég. Meg is mutatom nektek. Úgy, így megváltozott a menü. Amit még tudni kell, mindjárt megmutatom az Android 8 frissítést is, de ha dual SIM-et raksz bele, akkor a második kártyánál nem írja ki a hálózat típust, hanem csak egy X jelenik meg, de amúgy működik. Itt a rendszernél lehet megnézni, hogy Android 8-asra van frissítve. Na, itt mindjárt eldől a dolog. Így. Itten a telefonról itten írja, hogy Android 8.0.0-as van rajta. Április 5-én körülbelül akkor jött le a frissítés, elég lassan rakta fel, főrakta. Amit még tudni kell erről az Android frissítésről, itt a fényerő az sokkal nagyobb lett, körülbelül fele arányban megnőtt a fényerő az előző Androidhoz képest. Egyéb itten nagyon nem változott, így néz ki most a menü. Körülbelül ennyit kell róla tudni. Meg nem tudom, amit még észrevettem, vagyis akit kölcsön kaptam a készüléket, hogy bemutassam nektek, annyit mondott, hogy néha olyant vett észre, hogy a készülék magától leáll, és akkor meg kell nyomni a kikapcsoló gombot és a hangerő gombot, le is, fel is meg kell nyomni egyszerre mind a háromat, és akkor úgy kell tartani pár másodpercet, és úgy elindul a készülék. Nem tudom igazából, hogy ez miért történik, lehet, hogy gyári hiba, lehet, hogy nem. Még amit tudni kell az új Nokiákról, a Nokia olyan írt itt a, most nem tudom, hol az alkalmazás, itt a Nokia támogatásba, itt a Nokia támogatás alkalmazás. Annyit még tudni kell, hogy vannak országok, Románia nem, a törvényekkel nem engedélyezi a készüléknek a javítása alatt, hogy használt alkatrészeket használjanak, de azt írja, itten itt azt olvastam a gyakori kérdéseknél, meg a szabályzatnál, hogy vannak országok, ahol a törvények engedélyezik, hogy már használt, de még működőképes alkatrészeket használjanak. Erről nem árt tudni, hogyha készüléket vesztek, és nézzétek meg abba az országba, ahol fogjátok használni a készüléket, hogy ottan mik a törvények, ha ezt engedélyezik, vagy nem. Itt Romániában nem engedélyezik szerencsére a törvények ezt, tehát remélem, hogy nem is fogják. Körülbelül ennyit kell róla tudni. Még amit mondani szerettem volna nektek, hogy itten Romániában nagyon kevés a Nokia Service, eddig úgy tudom, hogy csak Bukarestben van, mert bementem oda az alkalmazásra, amit az előbb mutattam nektek, a Nokia támogatásba ide ebben, és nem igazán mutassa ki a szervizeket, úgyhogy tuti, hogy csak Bukarestben van Romániában. Szerintem ezen még a Nokia dolgozhatna, hogy ezt megoldja, mert csinálhatna szerviz más városba is annyi pénzé. Ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Minden jót, sziasztok!